2005 óta hagyomány Szekszárdon, hogy augusztus 29-én a városnapját ünneplik, így emléket állítva annak, hogy 1905. augusztus 29-én megalakult Szekszárd első képviselőtestülete. Ez alkalomból a megyei jogú városban minden évben ünnepi közgyűlést tartanak, aminek során díjakat adnak át. Idén Szekszárd díszpolgári címét Petrics József vehette át. A Petrics család 1825 óta foglalkozik mézes kalácsok, cukorkák, sütemények, gyertyák készítésével. Az iparos családok történetében is ritkaság számba megy ez a múlt. Ezt nem lehet kifejezni, ezt az érzést, úgyhogy ez egy fölemelő érzés, megtiszteltetés, és hát hogy is mondjam, egy kötelesség, további kötelességre ösztönzi az embert is, meg az egész családot. Én édesapámtól ugye átvettem a szakmát 90-ben, akkor adta át nekem, előtte nem kívánt élni ebben a lehetőséggel, mert az államosítás miatt, szóval nem volt nyugodt, de aztán a rendszerváltással úgy döntött, hogy átadja, 75 éves volt akkor már, és belevágtam, megkérdeztem a fiamat, hogy a későbbiekbe folytattál, azt mondta, hogy igen, mondom, akkor belevágunk, és folytatjuk. És most ott van mind a két fiunk mellettünk, hál' Isten, együtt tudunk dolgozni. Hát én már nem olyan sokat, de ők becsülettel, feleségeikkel együtt ott tevékenykednek. Nekem van egy olyan gondolatom, hogy mindig azt kell csinálni, ami nem jól megy. Ez erőlteti az embert, mert ha azt csinálja az ember, az biztos, hogy annak a gyümölcse rövidesen be fog érni. Hát vannak ilyen véletlen rossz időszakok is, mint ami volt az elmúlt két esztendő, ez a pandémiás időszak, ugye nem jöhettek a turisták, nem volt látogatunk az üzletbe, a múzeumba, de bővítettük a múzeumot, avval kötöttük le az időnket, tehát a műhelyben nem kellett termelni, de a szakipari munkások mellőzve lettek, és saját magunk, illetve most már a két fiú, meg a feleségeik, azt lehet mondani, hogy kiváló asztalosok, viccesen is mondhatom, hogy faszakosok lettek, de nem csak faszak, tehát mindenféle szakmafestés, burkolást, mindent megcsinálnak gyönyörűen. Meg lehet nézni a múzeumunkat, véleményem szerint kifogás nem igen lehet találni benne. A város napján a hagyomány szerint a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek átadására is sor kerül. Idén ezt a rangos elismerést ketten vehették át. Dr. Muth Lajos belgyógyász diabetológusnak, a Balassa János Kórház korábbi főigazgatójának, Ács Rezső Szekszárd polgármestere adta át az elismerést. Egy Böjte Csabai idézet adott nekem erőt, aki azt mondta, hogy vesd el a magot, tégy a legjobb szándékod szerint, és a többit bízd az Úristenre. És a sikerélmény helyett 16 évig ez éltetett. És most tulajdonképpen azt tapasztalom, hogy ezt az őszinte szándékú magvetést ezt értékelték. Tehát én így értékelem ezt a díjat, és természetesen köszönetet kell mondani azoknak, akik gondoltak ránk, valamennyiünkre, akiket ma kitüntettek, és nem magunk értük el ezt az eredményt. Mindenki mögött van egy család, vannak mesterek, és vannak példaképek. Nekik is köszönetet mondunk. Szintén Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet vehetett át dr. Vastag Oszkár, aki 1979-től a Tolna megyei Balassa János Kórház személyzeti osztályának osztályvezető főorvosa, 8 éven át pedig orvosigazgató helyettes volt. Nagyon jó érzés, megtisztelő érzés, és nagyon hálás vagyok ennek a városnak, ennek a közösségnek, ennek a megyének, ahol élek 41 éve, és a város vezetőségének, hogy elismerte ezt a munkát, amit folytattam. Úgy kerültem ide 41 évvel ezelőtt, hogy nem voltam előtte, ez egyszer vagy kétszer Tolna megyében. Nagyon megszerettem ezt a megyét, megszerettem ezt a várost, megszerettem a tolnai embereket, és nagyon jól érzem magam itt. 41 év alatt a személyzeti szakmában, ahogy az orvostudomány többi szakmában is óriási fejlődés történt, és nagy örömmel láttam, nagy örömmel éltem végig ezt a fejlődést, hogy az embereket egyre jobban
és egyre eredményesebben tudjuk gyógyítani, egyre jobban tudjuk visszaadni az én szakmámban a látásukat. És ez egy nagyon jó érzés volt. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a díjátadó után azt mondta, a Tolnai megyeszéken mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy elismerjék azokat, akik kimagasló munkát végeznek. Ez pedig, mint ahogy régen, most is így van. Aki tesz a közösségért, az mindenképpen a városért is tesz. Tehát a városnapja évente legalább egyszer meg tudjuk ünnepelni azt, hogy van egy közösségünk, és vannak emberek, akik saját szakmájukat tudnak nyúlni, saját munkájukat tudnak tenni azért a városért, a közösségért, ahol élnek. Szekszárdon a városnapja alkalmából idén összesen 17 díjat adtak át. Elismeréseket vehettek át a kimagasló munkát végző közalkalmazottak, a szociális és egészségügyi területen dolgozók, valamint civilek és egyesületek is.